A Győrvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a gyermek és ifjúsági korosztály egészségének megőrzése, valamint a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében kezdeményezte azt az együttműködést, melynek egyik utolsó állomása volt a szerdai konferencia itt a Városházán. A találkozón a partnerintézmények képviselői ismertették az elért eredményeket és naprakész ismereteiket. Ezeket a tapasztalatokat több szempontból is hasznosíthatják a szakemberek. Egyrészt úgy, hogy a mindennapi életben majd kialakulnak ezek az intézményi kapcsolatok, amiket újra kellett építeni a változások után. Másrészt úgy is, hogy ahhoz is szeretnénk lehetőséget adni, hogy legalább évente 4 alkalommal, 4 városrészben esetmegbeszélésre kerüljön sor, ahol a szakemberek összejönnek, találkoznak és segíteni tudják egymás munkáját. De ha kialakul ez a rendszeres együttműködés, akkor már fogják tudni, hogy kihez forduljanak, amikor éppen akut problémával találkoznak. Például a designer drogok problémakörével, mely egyre nagyobb fenyegetettséget jelent a fiataloknál, főként azért, mert az új készítmények összetevői sem teljesen ismertek, így azok következményei, hatásai sem. Egy olyan területen folyik az árusítás és a beszerzés, ami kontrollálhatatlan. Tehát tulajdonképpen az interneten, az online térben történik ezeknek a szereknek a beszerzése, és nem csak a beszerzés, hanem az ezekről való diskurzus is online térben folyik, ami szakemberként nagyon nehéz, mert hogy hozzá vagyunk szokva különböző praktikákhoz, módszerekhez, amik ezekkel a szerekkel kapcsolatban nem mindig működnek. A konferencia programjában kapott helyet a sajtótájékoztató, melyen a Győrt érintő fogyasztási szokásokról is szó esett. Mint kiderült, napjainkban a győri fiatalok valamivel több mint 31%-a használt legalább egy alkalommal valamilyen kábítószert. 2009-ben is és 2014-ben is a fiatalok nagyjából harmada kerül kapcsolatba életében legalább egyszer valamilyen illegális szerrel. Fontosnak tartom elmondani, hogy természetesen ezeknek a szereknek a használata nem önmagában egyedül állóként van jelen, hanem általában a különböző szereknek a kombinált, tehát a komplex szer használata jellemző a fiataloknak. Nagyon fontos még megemlíteni, hogy a középiskolákban már nem csak a kipróbálói magatartás van jelen a fiataloknak, hanem a középiskolásoknak, illetve a vizsgált populációnak nagyjából 10%-a rendszeres kábítószer használónak tekinthető. Burkali Bernadett szociológus lesz pénteki Konkrét című magazinunk vendége, így ha további részletekre kíváncsi a témával kapcsolatban, akkor tartson pénteken is a Győr Plusszal.